Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök minden kedves Zánka TV nézőt. 656. adásunkat látják, melyben a Zánkai Községháza ünnepélyes átadásáról készült képsorainkat mutatjuk be. A rendezvényt augusztus 17-én, hétfőn, 16 órai kezdettel tartották. A program a Magyar Tenger Népdalkör dalcsokrával kezdődött. Filep Miklós polgármester ünnepi beszédét dr. Kontrát Károly, országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes köszöntője követte. Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, ünnepi beszédében elmondta. Tisztelt zánkaiak, kívánom önöknek, hogy gyarapodó lélekszámmal és erős lélekkel, eddigi munkájuk révén méltán elnyert önbizalommal váltsák valóra jövőbeli terveiket. Az új községháza legyen mindig a közösségi akaratuk és cselekvésük központja a jövőben is, ahol Zánka és rajta keresztül Magyarország fennmaradása és gyarapodása szempontjából bölcs döntések születnek. Isten adja, hogy így legyen. E szavakkal zárta a beszédét dr. Kövér László. Mindezeket Németh Szabolcs evangélikus és Gondos Gábor református lelkész, valamint Csizmazia Sándor katolikus plébános áldása követte. Nemzeti himnuszunk eléneklése után a nemzeti szalag átvágása következett. Vidám vacsora zárta a programot. Thank you.
Köszöntöm kedves vendégeinket Zánka új községháza avató ünnepségén. Felkérem Zánka község polgármesterét, Filip Miklóst, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt hölgyeim, uraim! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Zánka község polgármesteri hivatalának és az ebben az épületben kialakított rendőrségi körzeti megbízotti iroda átadásán. Külön nagy tisztelettel köszöntöm Kövér László házelnök urat és Pontrát Károly képviselő úr államtitkár urat. Köszöntöm továbbá természetesen a megye vezetőit, polgármester kollégáimat, történelmi egyházak képviselőit és valamennyi kedves vendégünket. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Egy ezres lélekszámú kis település lakóinak rendkívüli megtiszteltetés, hogy fejlődését, munkáját az ország, a megye első számú vezetői figyelik, ünnepünkre eljöttek. Szűk időkeretben kell az eltelt 25 év küzdelmeit, eredményeit bemutatni, számot vetni negyed évszázad tevékenységével. Ugyan egy épület átadására jöttünk, de itt sokkal többről van szó. Egy hosszú folyamat végét jöttünk ünnepelni, átadni. Ha itt az iskola utcán végigjöttek, végigmennek, láthatták műszakilag működésében teljesen megújult, illetve újonnan megépült intézményhálózatunkat, Zánka új település központját. A rendszerváltáskor területileg szétszórt, hiányos intézményhálózattal indultunk. A mai avatáskor, melyhez kormányzatunk 20 millió forintos támogatást adott, közel 100 millió forint önkormányzati forrás biztosítottunk. Tettük ezt úgy, hogy a falu vagyonát nem éltük fel, hiszen értékes vízparti ingatlanaink, beépíthető belterületeink megmaradtak, ingatlant csak állandó letelepedést választó polgárainknak biztosítottunk. Így növekedett lélekszámunk 850-ről 1000 fölöttire, így válhattunk egy mikrotérség oktatási, egészségügyi, turisztikai és jelen beruházás üzembehelyezésével közigazgatási központjává. Közintézményeinket megépítettük, azokat hitel nélkül, biztonságos tartalékokkal működtetjük. Rövid időn belül el szeretnénk végezni a fő útvonalak községposztpont rendezését, parkosítását. Ehhez kérjük képviselő segítségét is a jövőben természetesen. Úgy gondolom, hogy fejlesztési elképzeléseink, amelyet Zánka állandó és időlő lakosságának támogatása nélkül nem tudtunk volna megvalósítani, helyesek voltak. Gyermekeink, unokáink egyre többen választják lakóhelyükül Zánkát, hiszen egy összkomfortos, nyugodt, megbízható környezetben élhetünk. Amikor Füred, Tapolca, Nivegyvölgy, Nagyvázon felül jövök haza, és a civil hivatásom miatt naponta megtörténik, meglátom a címerünkben is szereplő templomunk tornyát, a hegyestűt, úgy gondolom mindannyiukkal együtt, akik hasonló utat tesznek, meg megnyugszunk, elfelejtjük a napi küzdelmeket, hiszen hazaérkeztünk. Hazatérünk oda, ahol unokáink, gyermekeink, egy nyugodt, baráti közösség vár minket. Az eltelt 25 évre visszatekintve, további feladatainkat meghatározva, befejezésül engedjék meg, hogy Vörös Marti gondolatok a könyvtárban költeményének befejező mondatait elmondjam, felolvassam Önöknek. Mi dolgunk a világon, küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál oly magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához, köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság, férfi munka volt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel felkérem dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, a térség országgyűlési képviselőjét, parlamenti államtitkár urat, miniszterhelyettest, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Jó napot kívánok, kedves zánkaiak, tisztelt elnök úr, polgármester úr, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Nagy örömmel vagyok itt Önök között, Zánkán, hiszen egy ünnepnap a mai település számára. A községháza a közösségháza, és a közösségháza bizonyítványt állít ki
közösség, község lakóiról, hozzáállásukról, arról, amiről a polgármester úr is beszélt, hogy mennyire szeretik az ánkaiak ezt a települést, és mennyire magukénak érzik. Úgy gondolom, hogy ez a település őrzés ápolja hagyományait, vigyáz az értékekre, megteremti az új értékeket, mint ahogy ma is ennek vagyunk tanúi és közös részesei. És én úgy gondolom, hogy egyre többen, és azt tapasztalom, hogy egyre többen szeretnének Zánkára jönni, Zánkán élni, hiszen jó itt élni ezen a településen. Én szeretnék gratulálni polgármester úrnak és az ánkaiaknak azhoz az összefogáshoz, aminek eredményeképpen ma itt lehetünk, hiszen úgy, ahogy polgármester úr elmondta, itt egy sikeres, eredményes összefogásnak vagyunk a tanúi, és annak az eredményét láthatjuk itt, amely épület egyébként, amelyet én már szerencsém volt bejárni, méltó az ánkaiakhoz és a környékbe illeszkedő, tájba illeszkedő csodálatos épület. Gratulálok a tervezőknek, gratulálok a kivitelezőknek, mindenkinek, aki ennek a keze munkáját ez az épület dicséri. És azt mondom, hogy ez az összefogás, amely az ánkaiak, a képviselőtestület, a tisztségviselők és a kormány között létrejött, meghozta az eredményét. Az is szeretnék gratulálni, hogy ez a település fegyelmezetten gazdálkodott, és azért vehetett részt az adósságkonszolidációba, nem részesült települések programjába, és ennek eredményeképpen kapott 20 millió forintot, és amely ennek a még egy részletelére jó eséllyel pályázik majd reményeink szerint a település, gondolom annak is megvesz a helye, biztos, hogy jó helyre kerül, tehát szeretnék gratulálni az összefogáshoz, és azt szeretném mondani, hogy a kormány segítségére a jövőben is számíthatnak az ánkaiak és a környékben élők is. Köszönöm meg tisztelő figyelmet! Nagy tisztelettel felkérem dr. Kövér Lászlót, a Magyarországgyűlés elnökét a községháza ünnepélyes átadására. Tisztelt polgármester úr, államtitkár úr, tisztelt zánkaiak, kedves honfitársaim! A közösségi épületek, a templom, az iskola, a kórház, vagy a községháza, a városháza, az országháza mindig tükrei egy közösségnek. Tükrözik annak múltját, jelenét és jövőbeni esélyeit is. Ebben a tükörben Zánka ma egy múltját megbecsülő, jelenét kitartóan építő és jövőjét bizakodóan tervező közösségként mutatkozik meg. A ma avatandó új zánkai községháza azt jelképezi, hogy az elmúlt negyed században nem csak az épületek, hanem a helyi önigazgató közösségi készségek és képességek is megújultak Zánkán. Ünnepeken vagy hétköznapokon egyaránt felmerül a kérdés, vajon min múlik egy település sorsa. A történelmi, földrajzi, gazdasági és demográfiai adottságok összhatásai közepette egy település sorsát minden bizonnyal népességének közösségalkotó és fenntartó készsége és képessége dönti el. Így volt, így van ez Zánka esetében is. A római korban már lakott település a honfoglalás után a Kál nemzetség birtoka lett, a 12. századtól már kőtemplom erősítette a zánkaiak hitét. A török uralom alatt 1548-ban a magyarok által lakott Zánkát fizikailag elpusztították, felégették, a neve a korabeli adóösszeírásokban már csak pusztaként szerepelt. A település a német reformátusok 1736-ban megkezdett betelepítésével ismét életre kelt, majd a 19. század elején egyfajta történelmi igazságtételként Zánkát végleg visszahódította az a magyar szellem és magyar nyelv, amely történelmünk egyik tragikus korszakában már-már végleg pusztulásra ítéltetett. Zánka múltbéli sorsában, mint a Balaton megcsillanó víztükrében, visszaverődik Magyarország sorsának alakulása is. Az ország sorsa pedig valamennyiünk életének alakítója. Ez a magyar sorsközösség. Így volt ez a múltban, így van a jelenben, és nem lehet másként a jövőben sem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem csak egy országnak, egy nemzetnek, de minden településnek, minden egyes lakójának is fontos a távlatosság. Zánka, mint egy 1000 állandó mai lakójának vonzó jövőképet és biztonságérzetet adhat, hogy a település életének irányítói messzire tekintenek és komolyan veszik a szavukat. A ma átadandó községháza egy negyedszázadon átívelő fejlesztés utolsó állomása. Ez alatt a 25 év alatt Zánka egész intézményhálózata megújult, sok munkából és nem kevés pénzből.
Zánkán azonban tudják, hogy nem minden pénz kérdése, sőt. 17 zánkai polgárőr segíti például önkéntes munkájával a hivatásos bűnüldözők feladatát. Zánkán ezért jó a közbiztonság, az itt élők és az ide látogatók egyaránt biztonságban érezhetik magukat. Sporthorgászok jöhetnek, a zavarosban halászni vágyók viszont jobb, ha távol tartják magukat. De Zánkán azért is jó a közbiztonság, mert az itteniek azzal is tisztában vannak, hogy a tétlen kezeknek az ördög ad munkát. A fejlesztések növelik az idegenforgalmat, munkát adnak és hoznak. Kevés hazai településre jellemző, hogy mindössze 2 főt kell közmunkában foglalkoztatnia, hogy mostanában egyetlen lakószorú rendszeres szociális segélyre, hogy a településen egyetlen elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás sincsen, nincs szegregált lakókörzet, magyarán szegény negyed. Zánka mindezt a jót elmondhatja magáról. Zánka közössége és annak választott vezetői jó gazdálkodtak az itt képződött javakkal, de jól használták ki a mások kínálta lehetőségeket is. Zánka büszke lehet arra, hogy példás gazdálkodása folytán nem szorult állami mentővre, azaz adósság elengedésre, konszolidálásra. Mint ahogy büszke lehet arra is, ahogy államtitkár úr is mondta, hogy ennek köszönhetően pályázhatott fejlesztési támogatásért. A jövőt illetően a zánkaiak közössége nincsen hiány a terveknek, de azt is tudják, hogy minden elképzelés annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Ez pedig legfőképpen a tervező közösségen múlik, azon, hogy milyen lélekszámmal és lélekkel tud a tervek megvalósításába fogni. Nagy levegőt kellene vennie annak, aki ennek a mindössze 1017 lakosú településnek az összes civil szervezetét, a 14 egyesületet, klubot, kört egy szuszra elkívánná sorolni. Az ánkai érték, tehát tanúbizonysága szerint ezek mindannyian jól működő szervezetek, amelyek hatatósan járulnak hozzá az ánka színes, mozgalmas és tartalmas kulturális életéhez. Az ánkai közösség ragaszkodik általános iskolájához és megbecsüli azt. A Bozzai Pál általános iskola a Balaton felvidéki iskolák között 2015-ben újra az első helyen végzett országos kompetencia felmérés eredményét tekintve. Az ánka példája követésre méltó abban is, hogy miként lehet és érdemes a feladatokat jól megosztani a helyi és az állami irányítás, a helyi és a központi költségvetés között. Ahhoz, hogy hosszú halódás után az ánkai üdülőváros újra életre kelhessen, kormányzati szintű eltökéltségre és fejlesztési hozzájárulásra volt szükség. Az Erzsébet üdülőközpont és tábornak köszönhetően 10 milliós nagyságrendű idegenforgalmi adó, illetve bevétel jut Zánkának. A tábor területén 2012-ben felavatott új nemzedék központ a jövő hírnöke Zánkán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden okunk megvan tehát abban bízni, hogy Zánkára szép jövő vár. Kérdés, hogy ki fogja megélni azt a szép jövőt, itt talál a jövő Zánkán. Nem ünneprontásként, csak gondolatébresztőként mondhatnék néhány adatot, amelyet az ország majd minden településen sajnos elsorolhatnék. 15 év távlatában Balaton felvidéken felére esett vissza az általános iskolai tanulói létszám. Zánka általános iskolája joggal lehet büszke arra, hogy ilyen körülmények között is tartja a tanulói létszámot, ám idén már csupán 5-6 zánkai lesz az első osztályban beiratandó között. 2001-ben Zánka mintegy 1000 lakosából 180-an töltötték be a 65. életévüket, és 171-en voltak 14 év alattiak. 2011-ben, tehát 10 év múlva, már 191-en képviselik az idősebb korcsoportot, és 105-en a legfiatalabbakat. Az úgynevezett öregedési index tehát 10 év alatt 105-ről 181%-osra romlott. 2011-ben Zánkán 7 élveszületésre 13 halálozás jutott. Zánka sok száz éves történelme során soha nem volt ilyen jó állapotban. Soha nem volt ilyen rendezett, ilyen polgáros volt. A községben 2013-ban 156 vállalkozás után fizettek adót, 553 gépjármű után pedig gépjármű adót. Nagyon jó látni, hogy a 25 éven át tartó fejlesztési kedv és folyamat ezzel a fontos állomással, a községháza felavatásával nem ér véget. Már előkészítették a kikötő megtervezését, már készen állnak a tervek a községközpont teljes közterületi közvilágítási megújításához. Az ánkaiak már csak a kedvező alkalomra, újabb jó pályázási lehetőségekre várnak. A jólét, a stabilitás, a rend, a színvonalas oktatás, beleértve a német nyelv magas szintű elsajátítását is,
mind-mind szükséges, mégsem elégséges egy települési közösség vagy egy nemzet hosszú távú boldogulásához. Ha egy közösség tagjai, egy nemzet tagjai a kemény munkával megszerzett több-kevesebb jólétükből és kényelmükből nem hajlandók a jövő nemzedékeire többet áldozni, ha nem hajlandóak vállalni a jövő nemzedékét, akkor elsorrad a közösségi készség és képesség, és a virágzás hamarosan önmaga ellentétére vált. Tisztelt honfitársaim! Magunk mögött hagyva a sorscsapásokban bővelkedő 20. századot, reménykedve léptük át az új évezred küszöbét. Ha nem is külső meghatározottságuk nélkül, de alapvetően magunk dönthetünk a saját sorsunkról, egyen-egyenként és közösségeinkben, így Zánkán és az állami nemzeti keretek között egyaránt. 15 évvel az új század kezdete után már világosan látszik, ez sem biztos, hogy könnyebb lesz, talán csak másként lesz nehéz, mint a megelőző. Új, eddig nem tapasztalt kihívásokat kell megbirkóznunk, immár az Európai Unió tagjaként. Ezen új kihívások mélyén azonban ugyanaz az egyetlen sorskérdés lappan immár több mint 1000 esztendeje. Nemzeti létünk, magyarként való fennmaradásunk esélye. Elődeink, itt Zánkán is, ha kellett harcolva, ha lehetett békében dolgozva, őrizték meg számunkra az ő elődeiktől a Jóisten kegyelméből kapott hazát, a földet, a nyelvet, a kultúrát, a hitet, az esélyt a jövőre. Nekünk, mai magyaroknak sincs több kötelezettségünk. Tisztelt zánkaiak, kívánom önöknek, hogy gyarapodó lélekszámmal és erős lélekkel eddigi munkájuk révén méltán elnyert önbizalommal váltsák valóra jövőbeli terveiket. Az új községháza legyen mindig a közösségi akaratuk és cselekvésük központja a jövőben is, ahol a Zánka és rajta keresztül Magyarország fennmaradása és gyarapodása szempontjából bölcs döntések születnek. Isten adja, hogy így legyen. Felkérem az egyházak képviselőit, hogy áldják meg, szenteljék fel az új községházát. Jelenlévők, én két bibliai igével szeretném köszönteni ennek a szép ünnepségnek a résztvevőit, illetve kívánni nagyon sok nyugodt, kiszámítható évet Zánka közösségének, az önkormányzat dolgozóinak és ennek az épületnek. Ez a két ige pedig a Zsoltárok könyvéből való, az egyik a 133., a másik a 90. Zsoltárból. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Egy igét és egy gondolatot hoztam erre a mai alkalomra, Ézsaiás próféta könyvéből. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Majd megtudjátok. Minden ember életében vannak sorsfordító események. Amikor elbúcsúzik az óvodától, iskolától, másik iskolától, egyetemtől, munkába áll, amikor kirepülnek a gyerekek. És ezek a sorsfordító események egyszerre örömteliek és egyszerre szomorúak is egy kicsit. Szomorúak azért az öröm mellett, mert valamit el kell engedni, valamitől el kell köszönni. És azt gondolom, hogy boldog az az ember, akiben megvan az a bölcsesség az ilyen sorsfordító események kapcsán, hogy fel tud tekinteni az égre, és ki tudja mondani azt, hogy Isten az, aki újat kezd, Isten az, aki újat cselekszik az én életemben. Azt gondolom, hogy így van ez egy közösség életében is, amikor valami új kezdődik egy közösség életében, valami régi dolog lezárunk, hogy most már nem tudunk menni községházára, hanem ide le fogunk jönni, ügyet intézni, és hogy ez az egész valóhoz mondítjuk, megújulhat, és egy szervezetben valami megújult, azt gondolom, hogy és azt kívánom, hogy ennek a közösségnek meglegyen az a fajta hite és az a fajta bölcsessége, hogy amikor itt végigmegy, akkor fel tudjon tekinteni az égre, és ki tudja mondani, hogy mi munkánk erőfeszítéseink mellett
de azért mégis Isten az, aki újat kezd, aki újat cselekszik. Ezt kívánom mindannyiunknak ezen a mai napon. Az Úr a mi segítségünk, mindeneket és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek. Istenünk, te gondviselésedben az emberek szellemi és testi törekvéseit egyaránt áldásoddal gyarapított. Engedd, hogy valahányszor ebben a házban kérdéseket akarnak tisztázni, nehézségeket igyekeznek megoldani, segítséget támogatásával megtalálják, amit keresnek. És ha megtalálták, örömmel vigyék végbe Krisztus, ami Urunk által. Isten a jóságos Atya, aki mindenkinek meghagyta, hogy ki úgy segítse minden fele barátját, mint testvér a testvért, tekintse rátok jóságosan, és mindazokra, akik ide betérnek. Amen. És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Most pedig kérem, hogy a nemzeti szalag átvágása előtt közösen énekeljük el a himnuszt. Községházát, hogy mindenki kellőképpen körül tudjon nézni, és aztán meghívunk nagyon sok szeretettel mindenkit egy kellemes vacsorára. Itt lent az épület másik oldalán, a földszinti részen fogadjuk a vendégeket. Most pedig mindenkit invitálok, hogy nézze meg, hogy milyen szép lett az új községháza. Thank you.
disznó van. Na, vad disznó. Hát, hogy van, 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 hogy